Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Liana számára, és nem csak a jóslást láthatjuk itt ezen a felvételen, hanem asztrológia is jön hozzá. Kedves Liana, üdvözöllek téged, te beleszerettél valakibe, úgy érzed, ez egy ikerláng szerelem, de mindketten még egy kapcsolatban vagytok, a kérdés az, hogyan tovább, és ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A képen láthatunk egy parkot, és egy szerelmes párt. Ez a hölgy téged szimbolizál, és ez az úr őt szimbolizálja. Az első kép bal oldalon mutatja a te érzelmeidet. A kelyhek azok a víz eleméhez tartoznak, és a víz eleme érzelmekre utal. Te szereted ezt a férfit. Vannak mély érzelmek nálad. Van köztetek egy lelki kapcsolat, és a képen is látható ez a nagy szerelem. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Ez a mágikus mutatja azt, hogy van köztetek egy ilyen varázslatos kapcsolat, ami nem csak a testi közelségre utal, hanem a mély érzelmekre is. Itt megvan köztetek ez az energiamező, én úgy mondhatnám egy telepátikus kapcsolat is, és az azt jelenti, te megjelensz az ő álmaiban, érzi azt, hogy mi van veled, hogy jól vagy-e vagy sem, mert ez nem csak arra kapcsolatra utal, amikor ti találkoztok, hanem megvan ez a kötődés akkor is, ha ő nem lát téged. És most megtekintjük azt, hogy mi a gondolatod, vagy miről kellene elgondolkoznod. Ez a lovas hintó utal mozgásra, változásokra, gyakran egy utazásra vagy egy költözködésre. És itt te szeretnéd a kezedbe venni a dolgokat, irányítani, és keresel egy kiútat. Én úgy gondolom, hogy te szeretnéd a házasságodat lezárni, és az a vágyad, hogy ezzel a férfival legyen egy új lehetőség, egy párkapcsolat, és pontosan ebbe az irányba tekintesz, és ez a gondolatod, a vágyad, az elképzelésed. De ezen a kártyán láthatunk kettő lovat. A fehér ló az megy előre akadályok nélkül, a fekete ló az mindig úgy hátrafele tekint, és fékezi az eseményeket, és ez utal a múltra. Az lehet, hogy megvannak a tervek, de félsz ettől az új kezdettől, és ez, ami fékez a döntésekben. Ez a kép ott fent jobb oldalon mutatja az ő gondolatait, terveit, és itt láthatóak a botok, ami a tűz elemére utal. Neki megvan a bátorsága ahhoz, hogy döntéseket hozzon, ami őt lelkesít is, viszont a 9-es szám utal a korlátozásokra. Ez nem nála van, mert az ő kezében az egyetlen bot, ami így kivirágzik, tehát ő hisz abban, hogy minden jóra fordul, és sikerül a terve. A háta mögött ott van a kapu is, ezt ő ki tudja nyitni, meg le tudja zárni, tehát neki megvan a bátorsága ahhoz, hogy lezárja a párkapcsolatát, hogy kinyíljon egy új ajtó, egy új lehetőség, de
A mellette lévő botok bal oldalon meg jobb oldalon is, azok a külső befolyások. És fél attól, hogy mások beleavatkoznak a dolgokba, vagy támadják őt, és ezzel az állással, ez olyan, mint egy kerítés, nem mer lépni, mert így szeretné védeni magát a támadások ellen. És most megtekintjük nálad, milyen hatással vannak rád mások, megnézzük a környezetedet. A környezetedben a gyermekek vannak hatással rád, és ezen a képen láthatóak a kelyhek, és a kelyhek azok érzelmekre utalnak, tehát itt megvan a szeretet. Ez a kép utalhat emlékekre is, van benne egy kis nosztalgia. Ez a kép arra utal, hogy a te lelki társad mindenkiben megbízik. Olyan könnyelmű. Ez lehet jó is, mert utal könnyűségekre, de könnyelműségre is, ha olyan emberekben bízik, akik nem érdemlik meg ezt a bizalmat, mert rosszindulatúak. Neki azt kellene megtanulni, hogy nem bízhat mindenkiben, neki óvatosabbnak kellene lennie. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a közeljövőben. Ezen a képen láthatunk egy királynőt, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Ez jelenti a bátorságot, a lelkesedést és a testi kapcsolatot is. Ez a férfi így tekint rád. Az ő számára te vagy ez a királynő, és legyen meg ez a büszke, magabiztos fellépésed. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Nála is megvan ez a magabiztos fellépés, mert ezen a kártyán egy király látható. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Az utal arra, hogy áttette magát a félelmeken. Azon kívül a levegő eleme jelenti a könnyűséget és a kommunikációt. Ő beszélni szeretne veled, amit ez a kártya még jelent, azt mutatja a kard, fontos döntéseket fog hozni, vagy elvárja azt, hogy te hozz döntéseket. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ott áramlik ez a víz egy irányba, és mutatja a jövőt, és most megtekintjük ezt a kártyát. Ezen a képen látható a fő papnő, és őrzi a titkokat. Előtte van egy könyv, a titkok könyve, a sorsok könyve, az Akasa krónika. Az azt jelenti, hogy itt megvan minden írva, ugyanúgy, mint a csillagképekben is. És mint ahogy te érzed, hogy kettőtök között van egy ilyen ikerláng kapcsolat, ez a fő papnő ezt megerősíti. Amit még jelent ez a kártya, hogy bíz a sors utatokban. Ha itt ez úgy van megírva, hogy ti összetartoztok, mert megvan köztetek ez a varázslató, vonzó erő, akkor az úgy lesz, hogy ti összekerültök. Mert ez a sors utatok. Így van megírva a sors könyvében. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol születtél, az ikrek jegye kelt fel
a keleti határon. Ez a te aszcendentusod az indiai számítás szerint. Ez kihat a külsődre, a fellépésedre, a személyiségedre. Az ikrek jegye utal arra, hogy te mindig fiatalabbnak nézel ki, mint ahány éves vagy, és ez a fiatalos kisugárzás, ez téged elkísér életed végéig. Amit még az ikrek jegye jelent, hogy nálad mindig van mozgás, megvan a levegő eleme is, ez a könnyűség és a kommunikáció. Az ikrek jegyében található Kásztor és Pólux, az ikrek. Az anyukájukat Lédának hívják. Az egyik, mégpedig Kásztor, az a férjétől van, a Spárta királyától, a másik gyermek, Pólux, viszont Zeusztól, ettől az Istentől származik. Ennek a mitológiai történetnek van egy szimbolikus jelentése. Kásztor, a királynak a fia, az mutatja a mi életútunkat, tehát amit mi itt átélünk a földön. És a másik gyermek, Pólux, a Zeus Istennek a fia, és az utal a mi lelkünkre, mert ha mi meghalunk, akkor a lelkünk elhagyja a földet, elhagyja a testünket, és visszatér az isteni hatalomhoz. Tehát a lelkünk nem hal meg. És Pólux csillag ezt szimbolizálja. És mindez itt van elrejtve az ikrek jegyében. És mivel az aszcendentusod az ikrek jegyében van, kihat a személyiségedre, és ez erősíthet téged belülről, hogy mindig megvan ez az isteni segítség, ott van fölötted Pólux csillag. Van két holdcsomó, két kármikus csomó. Az egyik, az a lefele mozgó holdcsomó Kétu, és ez utal a múltra. Mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. A másik, az a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, és mutat egy új utat, egy új irányt, vagy egy új életterületet, amire a lelkünknek szüksége van, de ezen az életúton, ezen az életterületen minden új, nem ismerjük ki magunkat, de kell, hogy ezt megismerjük. Mindkét holdcsomó mozog, és 2019 márciusától 2020 szeptemberéig a felfele mozgó holdcsomó Ráhu az ikrek jegyében volt. És ez kihatott rád, a külsődre, a személyiségedre, a környezetedre. A férjed horoszkópjában az ikrek jegyében van a hold, az mutatja az anyai érzelmeket, azt is, hogy milyen kapcsolata van az anyukájával, azon kívül a hold mutatja az érzelmeket, a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket is. Azon kívül itt az ikrek jegyében van nála egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Ez a visszatekintés a múltra utal, gyakran kármikus témákra. Azon kívül Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat. Szaturnusz bolygó
kihat a sorsunkra, mert ez a sors bolygója. Az ő horoszkópjában a Hold és Szaturnusz bolygó az ikrek jegyében van, az ötös életházban. És ez a gyermekkorra utal. Itt vannak anyai témák, de ezek az emlékek nála szomorú emlékek. Kiváltanak nála könnyeket. Nehéz volt a gyermekkora. Vagy utalhat arra, hogy az anyukája nagyon szigorú volt hozzá. Mondhatnám úgy is, nem volt gyermekkora. Nem volt meg ez a vidámság. Amit még ez jelenthet, hogy ő nagyon okos volt, és megvolt nála ez a kíváncsiság, tudni akart mindent, de a felnőttek szigorúak voltak hozzá. Amit még Szaturnusz bolygó itt az ötös életházban jelenthet, azok a nagyszülők, hogy ott volt egy ilyen jó kapcsolat. Az aszcendentussal szemben van a deszcendentus, und ez olyan, mint egy kapu, ami kinyílik, és mutat egy új életterületet, és ez az úgynevezett hetes életház, ami a párkapcsolatra utal. A te horoszkópodban, itt ebben a hetes életházban található a nyilas jegye. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik. Itt megvan az erőd, a bátorságod, kell a lelkesedés, a testi kapcsolat is. A nyilas jegyénél sok irány van, és gyakran úgy érezhető, mintha keresne valamit, ami szebb vagy jobb, mint ami van. A nyilas jegyénél fontos a nyílra odafigyelni, mert ez adja az irányt. Mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És spirituálisan itt ebben a központban vannak a vágyak, az álmok, a remények. Ha te ezt érzed, hogy megvan a vágyad arra, hogy boldog légy a párkapcsolat területén, vagy megtaláltad a lelki társadat, és ez az álmod, akkor megvan az irány. Ebbe az irányba kell tekinteni. Mert ha elnézel ettől, akkor bizonytalan vagy, boldogtalan vagy, elveszíted az irányt, és úgy érezhető, minthogyha elveszítenéd a talajt a lábad alatt. Kétó. A lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, és kármikus témákra. 2019. márciusától 2020. szeptemberéig itt mozgott a nyilas jegyében, kihatott rád, és te ezt a hetes életházban élted át, ami a szerelmi dolgokra, a párkapcsolatra utal. Itt voltak kármikus témák. És az is előfordulhat, hogy pontosan ez alatt az idő alatt te megismerkedtél valakivel, és itt vannak emlékek, kármikus emlékek, mert Kétú hatása alatt a múltról van szó, és az azt jelenti számodra, te ismered ezt a férfit a korábbi életedből, és van itt egy lelki kapcsolat
kettőtök között. A férjed horoszkópiában Mars bolygó, ami a férfiasságára utal, szintén a nyilas jegyében van, a 11-es életházban, ahol barátságokról van szó, de ez a 11-es életház mutatja a reményt is, és itt fontos számára, hogy ne adja fel a terveit, hanem ki kell tartania és hinni abban, hogy eléri a céljait. Ha ő nem így gondolkodik, és összehasonlítja magát másokkal, akkor ez bizonytalanságokat vált ki nála, és az ahhoz vezethet, hogy elégedetlen saját magával, és mindent úgy felad. 2019. márciusától 2020. szeptemberéig nála is hatott Kétu, ez a lefele mozgó holdcsomó, de ő ezt a 11-es életházban élte át. Még maradnék ezeknél a holdcsomóknál, mert ennek van fontos jelentősége. A te horoszkópodban Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltadra utal, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben, az a halak jegyében van, a 4-es életházban. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben két hal van, tehát két irány. Az egyik mutatja a negatív érzelmeket, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, és a másik hal, ez a másik irány mutatja a pozitív érzelmeket, a hitet, a bátorságot, az életerőt, a szeretetet, és ha megvan ez a belső erő, akkor előre mennek, előre folyamodnak az események. Nálad a halak jegye és Kétu, ez a lefele mozgó holdcsomó a 4-es életházban van. Ez a mély pont a horoszkópon. Utal az otthonodra, de az alapokra is, mert erre az alapra kell, hogy felépítsd az életedet. Ez adja meg számodra a tartást. Nem könnyű, mert itt a víz eleméről van szó, és csak érzelmek útján találod meg a helyedet az életben. Lehet az is, hogy mindig keresed, hol van a helyed. Én a horoszkópokat össze szoktam hasonlítani egy fával, és itt a 4-es életházban, itt a mélyponton van a fának a gyökere. Valahol le kell gyökerezni, és ez adja számodra a belső erőt, vagy ezt a tartást. A férjed horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó Kétu, az a bika jegyében van, ugyanúgy, mint nálad, szintén a 4-es életházban, a mélyponton, a horoszkópon. A bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és utal anyagi dolgokra. Számára nagyon fontos az anyagi biztonság. És a bika jegye még azt is jelentheti, hogy ő nem szereti a változásokat, hanem megpróbál mindent úgy megtartani,
azokat a dolgokat, vagy helyeket, vagy kapcsolatokat, ahol ő kiismeri magát. Fél egy új kezdettől. A felfele mozgó holdcsomó, Ráhú, ez a kármikus csomó mozog, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt mozog a bika jegyében. Tehát nála most lesznek kármikus témák ez évben és jövő év elején is. Ez kihat a négyes életházra, tehát az otthonra. Mivel a felfele mozgó holdcsomó egy új utat, egy új lehetőséget jelent, az előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy kell számára a biztonság érzete, vagy valamit fogva szeretne tartani, mégis lesz itt egy változás. Ez lehet egy költözködés is. A lelkitársadnál Kétú, a lefele mozgó holdcsomó az ő születési horoszkópjában, a vízöntő jegyében van. Hogy melyik életházban hat, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Viszont annyit tudok közölni veled, hogy Kétú az a vízöntő jegyében van, tehát itt kiismeri magát, mert ez utal a múltjára. A vízöntő jegyénél egy különleges személyiségről van szó, és ő így érzi magát, más, mint mások. Vannak nagyon jó ötletei, és megvan nála ez a tudás, ez a belső, mondhatnám bölcsesség, hogy érzi, tudja, hogy mi várható a jövőben. Ráhú a felfele mozgó holdcsomó. Ez a kármikus csomó, ami mutat egy új irányt, egy új életterületet, amire a lelkünknek szüksége van, de nem ismeri. Nem ismeri ki magát. Nálad a te születési horoszkópodban Ráhú a szűz jegyében van, a tízes életházban. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, utal reális dolgokra. Az lehet, hogy neked vannak terveid, elképzeléseid, de nem tudod, hogy hogy valósítsd meg. Amit még a szűz jegye mutat, az egy ilyen gyógyító hatás. Lehet, hogy megvan nálad ez a képesség, de nem hiszel benne, ezt meg kell ismerned. Azon kívül a tízes életház utal a hivatásra. Én el tudom képzelni, hogy a gyógyászat a te hivatásod, mások is látják ezt nálad, csak te nem hiszel ebben. Amit még a szűz jegye jelent, rendbe tenni a dolgokat. És itt a tízes életháznál a munkáról, a hivatásról van szó, és a nyilvánosságról. Az lehet, hogy úgy érzed, hogy mások figyelgetnek téged, hogy mindent rendbe teszel-e, igen vagy sem, és egy ilyen helyzetben azt kellene megtanulnod, hogy az mindegy, hogy mások hogy beszélnek vagy gondolkodnak rólad. Az a fontos, hogy nálad minden rendben legyen, és elégedett legyél magaddal, a külsőddel, a fellépéseddel, a környezeteddel, mert te állsz itt a középpontban. Mindenki söpörjön a saját udvarán, és ne veled foglalkozzon. A férjed horoszkópjában Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó a Szkorpión jegyében van. Itt nem ismeri ki magát.
A skorpión jegyénél érzelmekről van szó, és mutatja a megújulásokat. Az ő horoszkópjában a skorpión jegye és ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu szintén a 10-es életházban van, ugyanúgy, mint nálad. Tehát itt nyilvánosságról és a hivatásról van szó. Lehet, hogy ő nem szereti a nyilvánosságot, azt sem, ha mások figyelik őt, ő inkább olyan szerény, visszahúzódó, és ami a munkáját illeti, keresi a hivatását, de nem tudja, milyen úton járjon, mert itt található Ráhu. Ez évben és jövő év elején, pontosabban 2022 márciusáig itt mozog a skorpión jegyében a lefele mozgó holdcsomó Kétu, tehát nála most vannak kármikus témák, ami a nyilvánosságot illeti, ami a hivatását illeti. Keres egy kiutat, egy lehetőséget, és ez ahhoz vezethet, hogy nála munkahelyi változások lesznek. A lelki társad horoszkópjában Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó az oroszlán jegyében van. Az azt jelenti, hogy ő itt nem ismeri ki magát. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és a naprendszerünk középpontját jelenti. És így hat az oroszlán jegyére. Az oroszlán jegyében születettek, úgy érzik, ők állnak a középpontban. De mivel a lelki társad itt nem ismeri ki magát, az azt jelenti, hogy nem bízik magában, kicsit bizonytalan, nem meri kimutatni a tehetségét, nincs meg ez az önbizalma. Ezt meg kellene neki tanulnia. A nap szimbolizálja a te énedet. Ha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja neked azt, hogy te játszod itt a főszerepet. Az indiai számítás szerint a napod a mérleg jegyében van. Ez szimbolizálja a szépséget, a kultúrát, a harmóniát, és megvan ez a művészi tehetség nálad. Te nagyon ápolt vagy, szereted a szép, harmonikus környezetet. Az egyetlen hátrány a mérleg jegyénél, amikor döntéseket kell hozni, mert akkor állandóan mérlegeled a dolgokat, és nehéz döntést hozni, és mint ahogy láttuk a kártyáknál, a lelki társad ezt elvárja tőled. A férjed horoszkópjában a nap az indiai számítás szerint a bak jegyében van, a te napod a mérleg jegyében. A két jegy között van feszültség. Gyakran nincs meg ez a harmónia kettőtök között. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és ha Szaturnusz bolygó hat, akkor vannak sorsdöntő változások. Az indiai számítás szerint ez évben Szaturnusz bolygó a bak jegyében mozog, ez kihat rá, lesznek itt sorsdöntő változások. Az ő horoszkópjában a bak jegye az a 12-es életházban található, és az a titkok háza. Gyakran a titkos ellenségekre is utal.
az lehet, hogy ő most visszahúzódó. Vagy úgy érzi, hogy mindenki ellene van, és olyan megsértődött. Ez évben lesznek sorsdöntő változások, az is előfordulhat, hogy tervez valamit, de eltitkolja előled, de előfordulhat az is, hogy ő úgy érzi, hogy neked vannak titkaid, és ő kíváncsi, mert tudni akarja, hogy te mit tervezel a következő hónapokban. A lelki társad horoszkópjában a nap, azaz oroszlán jegyében található, ami az ő énjét szimbolizálja, de ez nem könnyű neki, mert itt az oroszlán jegyében van Rahu, a felfele mozgó holdcsomó, és mutatja azt, hogy ő itt az oroszlán jegyében nem ismeri ki magát. Kettőtök között megvan a közeledés és a harmónia, mert az oroszlán jegye, ahol az ő napja van, és a mérleg jegye, ahol a te napod van, ez ilyen szomszédos jegy, és úgy hat, mint jó szomszédoknál megvan ez a közelség, és megvan a bizalom. A hold szimbolizálja az érzelmeinket, a vágyainkat, a reményeinket és az álmainkat is. Az indiai számítás szerint a te holdad az oroszlán jegyében van. Itt van a lelki társaddal egy kapcsolat, mert nála ott van a kármikus csomó az oroszlán jegyében, és az ő napja szintén az oroszlán jegyében van, mint ahogy a te holdad. Érdekes, hogy az indiai számítás szerint a te holdad az oroszlán jegyében a Magha holdházban van. E felett a holdház felett Regulus csillag uralkodik, és ez az uralkodóknak, a királyoknak, a császároknak a csillaga, és ez kihat a te érzelmeidre. Fontos, hogy úgy érezd magad, mint egy királynő, és legyen ez a belső erőd, és legyen ez a fellépésed. A férjed horoszkópjában a hold az ikrek jegyében van. Az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik, az oroszlán jegye, ahol a te holdad van, az a tűz eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a levegő eleme harmonizál egymással, tehát ami az érzelmeket illeti, megvan köztetek ez a harmónia, azon kívül a te aszcendentusod az ikrek jegyében van, itt is van köztetek egy kapcsolat. A lelki társadnál a hold a rák jegyében van. A hold uralkodik a rák jegye felett, tehát itt, itthon érzi magát. Ez a férfi nagyon érzékeny, finom lelkű. A te holdad az oroszlán jegyében, az ő holdja a rák jegyében. Ezek szomszédos jegyek, mert az oroszlán jegye a rák jegye mellett van, és ami az érzelmeket illeti, ugyanúgy, mint ahogy a napnál is volt, itt is olyan, mint jó szomszédoknál, megvan ez a közelség, és megvan ez a bizalom kettőtök között. Vénusz bolygó utal a szerelemre és a nőiességre. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, és itt jól érzi magát, mert Vénusz bolygó uralkodik a mérleg jegye felett. Ez utal a nőiességedre, a szépségedre, a kreatív munkára is. A férfiak horoszkópjában Vénusz bolygó utal a jó ízlésre, a művészi tehetségre,
de azt is jelenti, hogy mit várnak el a párkapcsolatnál a társnőjüktől. A férjed horoszkópjában Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van. Ő elvárja azt tőled, hogy megvalósítsd az ötleteidet, hogy más legyél, mint mások. Ő téged különlegesnek lát, vagy szeretne látni. Mivel a vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, és nálad Vénusz bolygó a mérleg jegyében szintén a levegő eleméhez tartozik, így megvan köztetek ez a harmónia. A lelki társadnál Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van. Mivel nála itt kármikus témák vannak, és Rahu hatása alatt áll, ő nem ismeri itt ki magát, lehet, hogy vannak elvárásai, hogy a társnője valamit tükrözzön neki, amiben ő saját magát meglátja. Mert ő keresi a saját énjét, hiszen az ő napja szintén az oroszlán jegyében van. Az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik, és a mérleg jegye, ahol a te Vénusz bolygód van, az a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme, a levegő eleme harmonizál egymással. Tehát köztetek is megvan ez a harmónia. Mars bolygó szimbolizálja az erőnket. Ez megvan nálunk, hölgyeknél is, mert ezzel be tudjuk magunkat bizonyítani az életben, vagy tudjuk magunkat védeni. A férfiaknál szimbolizálja az erőt és a férfiasságot. A te horoszkópodban Mars bolygó a rák jegyében van, és a lelki társadnál Mars bolygó szintén a rák jegyében van. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó, és mindkettőtöknél úgy van, hogy ti senkit nem akartok megbántani. Vagy ha van egy nehézség, egy kihívás, akkor hajlamosak vagytok arra, hogy visszahúzódjatok. A férjed horoszkópjában Mars bolygó a nyilas jegyében van. Ez utal mozgásra, lehet sport vagy utazás is. Oda befektetheti az erejét. De a nyilas jegyénél előfordulhat, hogy van több irány. De ha mindenhol ott szeretne működni, akkor fáradtnak fogja érezni magát, összeomlik. Számára fontos a koncentráció, hogy egy irány legyen. Ami a kettőtök Mars bolygóját illeti. A te Mars bolygód a rák jegyében, és az ő Mars bolygója a nyilas jegyében különböző. Itt kettőtök között van különbség. Te meggondoltabb vagy, mint ő, mert néha ő elsieti a dolgokat, vagy úgy gondolja, hogy van valami, ami jobb, mint amilyen a jelen pillanat, és így gyakran elégedetlen magával, vagy a környezetével, vagy a helyzettel. Neki mindig kellene egy irány, ami őt lelkesít, ami őt boldoggá tesz. Az is előfordulhat kettőtök között, hogy ő eltúloz valamit, megsért téged, te érzékenyen reagálsz, és visszahúzódsz. Ő pedig nem érti azt meg, hogy mi van veled. Kedves Liana, így tudtam leírni a helyzetedet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!